Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Ungarndeutschen Magazin. Begleiten Sie uns. Erste Etappe der Sanierung im Bateseker Deutschen Nationalitätenhaus abgeschlossen. Ein typisch schwäbischer Beruf, die Stuhlflechterei. Stuhlflechterei von Ofal ist ein Hungarikum. Glasbläserei, Faschingskrapfen, Hutzelsonntag und Handschlagen. Meister von alten Berufen, Janosch Wenhardt, kann den Schuhmacherberuf an niemanden weitergeben. Das einst viel schöner ausgesehene Schneiderhaus wurde vor anderthalb Jahren von der Badesecker Selbstverwaltung der deutschen Selbstverwaltung geschenkt. Die erste Etappe der Sanierung des Gebäudes wurde abgeschlossen. Am letzten Januar-Samstag wurden die ersten zwei Säle des Deutschen Nationalitätenhauses feierlich eingeweiht. Die Schwarzwaldgasse war die erste Gasse von Badesek. Der Name weist darauf hin, dass 1718 aus dem Schwarzwaldgebiet die ersten deutschen Siedler hierher ankamen. Hier steht das Schneiderhaus, das sogar in seinem heutigen, heruntergekommenen Zustand vom Schönheitssinn seiner ehemaligen schwäbischen Erbauer zeugt. Ja, es langsam wird unser Traum Wahrheit. Wir hatten einen Traum. Wir wollten hier in Badesek ein deutsches Haus haben, wohin ganz einfach das Vereinsleben und unser Alltag organisieren können. Darum traumten wir immer über ein Haus und ungefähr eineinhalb Jahre vor hatten wir dieses Haus von der Gemeinde als Geschenk bekommen. Das war eine riesig große Sache für uns. Und dann Lust und Kraft hatten wir, aber natürlich fehlt das Geld dazu. Dann suchten wir die Möglichkeiten, wohin können wir ganz einfach die Geld bekommen und die Arbeit anfangen lassen. Sollte eine Baufirma suchen, Kostenvoranschläge bekommen, was kostet das? Heute kann ich sagen, das kostet sehr viel Geld. Das, man kann nicht träumen, wie viel kostet heute eine Renovierung. Und dann kommt das Idee, das sollte das ganze Renovierung verteilen. Die erste Etappe der Sanierung wurde abgeschlossen. Und am 30. Januar wurden die ersten zwei Veranstaltungssäle feierlich übergeben. Zwei große Säle sind fertig, die Vorderstube und die Heizung, die ganze Elektroinstallierung, Alarmanlage und sowas sind schon fertig, fast nutzbar, das Gebäude. Das Ganze ist mehr als 500 Quadratmeter, das ist ein riesengroßes altes schwäbisches Haus und ungefähr 170 Quadratmeter ist jetzt fertig. Wir hoffen, können wir in diesem Jahr weiter machen diese Arbeit. Die Toiletten und Küche und alle wichtigen Sachen noch fehlen, aber es soll in diesem Jahr noch fertig sein. Dieses Jahr möchte man schon auf dem Hof des Deutschen Hauses mehrere traditionelle Veranstaltungen organisieren. Jetzt wollen wir am Ende Mai ein Nationalitätentag hier genießen in diesem Hof. Wohin können wir eine Kapelle einladen und hier im unteren Eifur, der hinteren Eifur, ein Schweinschlachtl machen. Laut Plänen werden im Deutschen Haus eine Kinderbibliothek, ein Fitnessraum und Plätze für Organisierung von Veranstaltungen ausgestaltet. Wann das Ganze alle fertig ist, dann wollten wir hier eine Bibliothek einrichten, eine Jugendbibliothek für die ganz Kleineren, für die Kinder, welche im Kindergarten sind,
Fürdi Grundschule, Gymnasium und so weiter. Da hatten wir von der BMI, von dem Deutschen Bundesministerium des Innens, sehr viele Sachen bekommen. Als die modernsten technischen Geräte wie Notebook, Tablette, solche Sachen, Möbel, sehr viele Möbel, Regale, Buchregale und alles, was Schreibtische, alles, was wichtig für die. Ganz neuen, ganz modernen Fitnessraum wollen wir einrichten. Unsere Frauen sind sehr froh wegen das Raum. Zimmerfahrrade und ich weiß nicht, kann nicht sagen, wie viele Sachen haben wir schon hier in Haus schon lagern können. Eine Ausstellung wollten wir einrichten. Wie schaut damals ein schwäbisches Haus, ein schwäbisches Zimmer, eine schwäbische Küche, wohin die Kinder können das spielen lernen, wie war das früher? Die Sanierungsarbeiten werden fortgesetzt. Die finanziellen Mittel werden aus Bewerbungsgeldern, aus der Unterstützung der Regierung und aus eigener Kraft gesichert. Auch Mitglieder des Deutschen Nationalitätenvereins nehmen an der Arbeit teil. Sie helfen, wobei sie nur können. Sie halten es für wichtig, einen Ort zu haben, wo viele bunte Programme veranstaltet werden, die den Zusammenhalt der Gemeinschaft stärken. Timea Nedjes hat am letzten Landeswettbewerb für Volkskunsthandwerk den zweiten Preis gewonnen. Die Branauer Stuhlflechterin zeigte einzigartige Motive auf ihren nominierten Werken. Diese sind Überarbeitungen von Mustern des Segler Wolterbiche. Aber Timea erlernte zuerst die schwäbische Flechterei. Den meisten Branauer und Tollnauer Familien kommt der sogenannte schwäbische Stuhl bekannt vor. Das wissen aber nur wenige, dass diese mit schwäbischer Flechterei aus Ofal gemacht werden, die bereits als Hungarikum gelten und nirgendwo sonst auf der Welt angefertigt werden. A betelepített németek sokféle mesterséget űztek az egész lakosság megelégedésére. Példás igyekezetük irigylésre méltó volt. A 21. századra azonban a régi mesterségek nagy része már feledésbe merült, vidéken is csak elszórtan űzik azokat. Tipikusan sváb mesterség a székfonás vagy székkötés. A lakosság egyre növekvő környezettudatossága miatt népszerűek a sásból, gyékényből és csuhéból készült székek. Ez nagyon régen kezdődött, mert egész kicsi gyerekkorom óta ilyen székeken ültünk. Tehát ez nekem egy teljesen természetes tárgy volt otthon. És amikor elkezdtem csuhéfonással foglalkozni, most már több mint 20 éve, akkor egy idő után felmerült az, hogy most már székkötést is meg kéne tanulni, főleg mert a nagyanyám azt mondta, hogy a nagyapám tudta csinálni, hát ő már szegény nem élt akkor. És akkor elkezdtem keresgélni a lehetőséget, hogy hogyan lehetne megtanulni, és ez volt nagyon nehéz, mert nem találtam olyan embert, aki megtanított volna, illetve hát nagyon nehezen végül is sikerült. És akkor utána már az alapokat megtanultam, utána már egyértelmű volt az autodidakta fejlődés, könyvek, különféle anyagok kipróbálása, és úgy jutottam el oda, hogy most háromféle anyagból tudok széket kötni. Én úgy gondolom, hogy ismerem nagyjából az összes technikát, ami Magyarországon előfordul, meg is tudom csinálni. Tímea elmondta azt is, hogy a legtöbb baranyai és Tolna megyei családnak bizonyára ismerős lehet az úgynevezett sváb szék, de csak kevesen tudják, hogy ezek ófalusi sváb kötéssel készültek, ami már hungarikum, és sehol máshol nem készítik a világon. Amit legelőször megtanultam, az a sváb. Az annyira tipikusan sváb kötés, hogy az országban egyedül Ófalon csinálták. Viszont az ófalusiak tudni kell, hogy ellátták Tolna megyét, Baranya megyét, Fejér megye déli része, Somogy megye, sőt Bács-Kiskun megyének ez a délnyugati része is. Nagyon sok helyen megtaláltam ezt a fajta székkötést. Én azt mondom, hogy ez egy hungarikum egyébként, tehát ez a világon egyedülálló. Amiket találtam, még kutattam, képeket keresgéltem a neten, a világ minden részén kötnek széket, de ezt, amit az ófalusiak csinálnak, ezt nem ismerik sehol.
ezzel kezdődött, és akkor onnantól kezdve, igen, elsősorban a magyar motívumok, illetve hát itt azért tudni kell azt, hogy attól függ, hogy milyen anyagból készül a szék, attól függ, hogy milyen a motívum kincse. A svábok azok mindig gyékényből csinálták a székeket, és az érmeléken van még egy jellegzetes magyar motívum, ők viszont sásból kötöttek. A csuhéval kötött székek, azok nagyon díszesek, de azoknál már nem lehet így behatárolni azt, hogy milyen motívumot. Mindig az, aki készítette, annak a saját ötlete, illetve hát azért lehet bizonyos környéken, tehát ha mit tudom én, valakinek tetszett valami, akkor azt leutánozta, és akkor így azért van amit lehet úgy beazonosítani, hogy nagyjából honnan ered, de az teljesen általános a csuhéval készült motívumok. Ezeknek nagy része csuhé. Ami mintás, az mindegyik csuhé. Tehát ezek a szép mintások itt. Itt minél ügyesebb a fonó, annál finomabban, annál bonyolultabb mintát csinált, ezt érdemes nagyon megnézni, mert ez különösen nehéz. Tehát ezek közül ez a legnehezebb, a legtöbb munkát igénylő. Ezek itt a sásból készültek. Itt is ezt szeretném kiemelni, ez egy nagyon gyönyörű munka, gyönyörű, egyenletes, nagyon szép a színe is a sásnak. És itt vannak a gyékények, ebből nem sok van, ez a három darab, mert már elég nehéz gyékényhez hozzájutni. És itt is azért ezt szeretném kiemelni, ami megint egy nagyon-nagyon szép, gondos munka. Ezeket nem én csináltam. Ezeket az ország különböző részein fellelt mesterek csinálták nekem. És mindenki azzal az anyaggal dolgozott nyilván, amivel szokott. Ez az alapvető svábmotívum. Meg ez is az. Ez az ófalusiaknak a jellegzetes esztergált székváza, és rajta a jellegzetes ófalusi svábkötés. Még azt hadd mondjam el, hogy ez a szék, ez most már több mint 90 éves. Tehát nagyon tartósak, kemény fából készült a váz, nagyon sokáig lehetett használni. Egyébként ez is egy nagyon régi székváz, ez már azért díszesebb, és az pedig mellette az, amit én most csináltattam, és megpróbáltam ugyanazt a mintát bele, egy kis díszítéssel. Az Országos Népi Mesterségek Művészete elnevezésű pályázat célja, hogy bemutatkozási lehetőséget adjon azoknak a kézműveseknek, akik nem a hagyományos népi iparművészeti ágak valamelyikét űzik, és a hagyományos technológiákat megmentik, megújítják, miközben a tárgyaknak új, korszerű formát adnak. Négyes tímea a legutóbbi pályázatra különleges, egyedülálló motívumokkal, a székely gyapjú szőnyegek mintáival készít székekkel nevezett, és második díjat nyert. Altglashütte, die kleine Sacksiedlung, versteckt in einem engen Tal im östlichen Metzschergebirge, wird wegen ihrer wunderbaren Lage, ihres die schwäbischen Traditionen bewahrenden Straßenbildes und wegen der bedeutenden Zahl ihrer deutschstämmigen Einwohner oft ungarische Schweiz genannt. Für die Wiederbelebung der ungarn-deutschen Traditionen wird von der örtlichen deutschen Selbstverwaltung und dem Altglashütter Deutschen Lesekreisverein viel getan. Bei einem Besuch im Heimatmuseum kann man viel Interessantes über die ehemaligen Bräuche und Feste der hier angesiedelten Deutschen erfahren. Eigentlich, wie sich die Menschen hier aufgesiedelt haben, in 1740, dann haben sie sich mit Glasbläserei beschäftigt, hier kommen sehen, haben wir auch Glas, unser Name als Oberner. Das haben wir von der Glasbläserei verstanden, von der Glashütte. Das Glasbläserei, das ist 50 Jahre, haben sie das gemacht. Und dann war kein Holz mehr, weil es der Wald abgestockt. Und dann haben sie mit der Töpfnerei angefangen. Und von Glas von der Glasbläserei ist nichts mehr da, aber für ca. 10, 15 Jahre haben wir das wieder aufgenommen, dass jedes Jahr auf unserem Dorffest dann kommt ein Wanderer mit einem Wanderer
Ofen. Und dann tun sie Eizeige, wie man das Glas macht. Eigentlich wollen wir wieder das aufhören und wollen wieder so einen Ofen lassen bauen. Zur Verwirklichung des neuen Glashütte-Projektes wurde schon die Bewerbung eingereicht. Nach dem Muster der Glashütte von Bustabaño möchte man eine kleinere Glashütte aufbauen, um den Interessenten die Geschichte der hiesigen Glasbläserei vor Ort zeigen zu können. Auch der Faschingskrapfen von Altglashütte gilt als Besonderheit. Jetzt ist Fasching, jetzt backen wir Faschingskrapfen. Es ist ein Mohl und da muss man einen Teig machen und der wird da drogewickelt und mit einem Schnur, mit einem Bärtel wird es drogebunden und dann wird es in Fettnägel gehängt und wird es rausgepackt. In der Siedlung wurden in den vergangenen 10 bis 15 Jahren mehrere interessante Traditionen wachgerufen. Eine der spektakulärsten ist der Hutzelsonntag, das Rollen eines Feuerrades. Hutzel steht für Dörrobst und man hält so, wo das Rad runterrollt, kann man reiche Ernte erwarten. Der Hutzelsonntag, der ist immer der erste Faste. Sonntag und der ist jetzt am 6. März. Dann, ich weiß nicht, ob man kann, weil der den Virus da, aber es ist ja im Freien und dann wollen wir das wieder machen. Das ist auch schon, geht schon 14, 15 Jahre, als wir es wieder aufeinander tun. Aber sie wollen es nicht, dass das verloren geht, dass das nicht weiter gemacht wird. Weil das so ein. Sowas ist nicht in die Umgegend, nicht? Das soll noch unsere Urahnen mitgebracht von Deutschland, wie sie reingewandert sind. Ein anderer interessanter Brauch ist das Hahnschlagen, eine traditionelle Geschicklichkeitsprobe, die jedes Jahr im Oktober anlässlich der Kirmes von Altglashütte veranstaltet wird. Früher war das ein wenig brutal, aber jetzt nicht mehr. Früher hat man Elokakas Augen gegraben und dann hat man mit zugebundenen Augen und der, was den getroffen hat, den Kockel, den hat er gekehrt. Aber das war so, der Gebrauch, den haben auch die Burschen gemacht, die Jungen. Und den haben sie dann hergerichtet und haben gekocht. Ein Kugelpaprika. Aber jetzt, dann haben wir versucht, von Ton so einen Kugelkopf zu machen, aber der war zu groß. Den haben sie auf den ersten Schlag totgeschlagen. Weil das verbricht, wenn wir es gesucht haben, dann ist er gleich verbrochen. Dann habe ich genäht. Das ist da was Festes und das ist von Stoff. Und ausgestopft mit irgendwas. Und in dem Kamm drin ist eine Jodampulle. Und wenn sie den treffen, dann verbricht es. Und dann blutet er. Und dann sieht man schon, als er getroffen ist und dann ist das Spiel zu Ende. Die älteren Einwohner des Dorfes hoffen, dass die Kinder und Jugendlichen die Traditionen der Ahnen genauso engagiert wie sie weiterbringen werden. János Wénhard nähte noch selbst die Sohle der Lederschuhe und befestigte sie mit Holznägeln. Am meisten ist er auf ein fast 40 Jahre altes, handgemachtes Schuhwerk stolz. Er unterrichtete Lehrlinge und arbeitete auch in einer Schuhproduktionsgenossenschaft. Ein echter schwäbischer Handwerkmeister, der schon als Rentner davon erzählt, dass er ursprünglich Friseur werden wollte. Und obwohl seine Gelenke kaputt gingen, bereut er nicht, dass er Schuhmacher geworden ist.
Venhart János sváb származású cipészmester. Általános iskolás korában lett beteg, és egy évet ki is hagyott, az orvosa javaslatára kezdte el a cipész szakmát. Elvégeztem a 8 általánost, és akkor már nekem már megvolt ez az üzleti bajom, és bekerültem a kórházba, és egy évet kihagytam azért, hogy meggyógyítsanak, de sajnos akkor még úgy láttuk, hogy az orvostudomány nem volt azon a fokon, hogy ezt meggyógyítsa. Megműtöttek és visszavarták, és akkor azt mondták, sajnos nem tudnak semmit csinálni. És akkor volt egy éves kezelésem reumatológián, és az ottani főorvos jobban volt a cipőiparnak az elnökével. Én fodrász szerettem volna lenni, de lebeszélt róla, hogy nehéz fejet rajzolni, mert nem tudom, cipőt is nehéz. Meg hát megcsinálni. Tehát fizikailag azért ez komoly erőt igényelt. Na és akkor talán egy pár hét volt vissza a jelentkezés, hogy kezdődjön az iskola, és abban az időben nagyon nagy hiány volt a cipészekből. Kevesen jelentkeztek. Mi voltunk hatan, azt hiszem, ha jól számoltam, akik ezt választották. Na hát, bekerültem az ajánlott helyre, cipőipari szövetkezethez. Azt meg menjek, mert melegben vagyunk, ülőmunka volt, könnyű lesz. Ahogy mondom, számomra kicsi csalódás volt, mert azért az én gyönge kezem az éppen nem volt annyira nagyon könnyű. És akkor ott maradtam. 72-ben végeztem. Tehát ugye a szakmámat 50 évvel ezelőtt a nyáron fejeztem be, tanultam. Sok mindent megjártam. Javításban dolgoztam nagyon sokat. Aztán úgy adott a sors nekem egy lehetőséget, hogy kolléga megbetegedett, aki oktató volt, és én tulajdonképpen tőle vettem át az egész oktatási rendszert. Hát az ment jó pár éven keresztül, szívesen is csináltam, sok jó szakembert neveltünk ki, de sajnos ez a szakma úgy, ahogy volt, tönkrement. Amikor az utolját jártuk már az oktatásnak, akkor történt egy olyan dolog, hogy a munkahelyem, aki cipőipari szövetkezet volt, szakember hiányba szenvedett, és akkor kivettek a gyerekek mellől az oktatási munkakörömből, és beraktak szalagrendszerbe dolgozni. Mert égetően szükség volt olyan emberekre, akik tényleg tanulták és ismerik a szakmát. Aztán addig, amíg én is teljesen tökre nem mentem. Kezeim nem jók. Megmutatom már, nem dicsekszek vele. Izületi gyulladásos, reumásos voltam, és a nehéz fogások, a sok állás, azt tönkretette az izületeimet, a lábaim se jók. Nem jó a vállam se. Ez egy bőrtalpas és faszeges. Ezt abban az időben csináltam, amikor én oktató voltam. Volt egy drága jó kolléganőm, aki a lányokat tanította a felső rész készítésre, és akkor ez abban az időben menő volt. Ő lemintáztatta központban, és a lányokkal megvaradták. Mi meg a fiúkkal, mert változó volt, de volt, hogy 10-12 gyerek is volt a kezem alatt, akiket tanítottam. És akkor ezen tanítottuk a gyerekeket különböző munkafázisokra. Erre is nagyon büszke voltam, mert sokszor, amikor csináltam valamit, akkor azért csak-csak ránéztek a férfiak lábára is. Venhart János bár eredetileg fodrász szeretett volna lenni, és az ízületei tönkrementek, nem bánta meg, hogy cipész lett. Én alkalmazkodtam, én csináltam a munkámat, én mindent, amit rám bíztak, és úgy éreztem, hogy meg lehet csinálni, megcsináltam. Úgyhogy nem bántam meg, mert mondom, én nagyon sok cipőt csináltam magunknak, a családnak, és
És az az érzés is jó volt az, hogy én kioktatok olyan gyerekeket, akik most éppen szalagavatóra mentünk, vagy balagásra mentünk, és elmondhattam azt, hogy jaj, hát ez is az én tanulom volt. Vernhardt János elmondta, hogy a műhelyét már csak tárolónak használja, és egyelőre nincs a családjában olyan, akinek átadhatná a szerszámait és a gépeit, nincs, aki tovább vinni ezt a mesterséget. Ich bedanke mich für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.